Ez a leendő Mohácsi Duna híd animációs filmje, így fog kinézni a valóságban a két ország részt összekötő beruházás. A fejlesztés megkezdése sincs már messze, erről beszélt kérdésünkre az építésügyi és közlekedési miniszter Pécsen. Döntött arról a kormány, hogy az idén megkezdi a Mohácsi Duna hídnak az építését, ami egy 4-sávos Duna híd lesz, és az M6-os autópályát fogja összekötni a Herceg-Szántói szerb-magyar határátkelési ponttal és Baja megye jugóvárossal. Tehát Baja megye jugóváros és Herceg-Szántónál, aki bejön az országba, az a Mohácsi Dunahídon keresztül jut ki az M6-os autópályára. Ezzel lehetőséget teremtünk Bács megye déli részének és Baranya összekapcsolódásának, illetve annak is, hogy aki a szerb oldal felől jön teher- vagy áruforgalom, vagy személyforgalom, az M6-os autópályával összekapcsolódjon. Nyugat-Baranya sem marad ki az útfejlesztésből, mondta Lázár János. A Somogyi és a Baranyi Vármegye székhelyeket össze fogják kötni, ez a kormányzat szándéka. Folytatni fogjuk az M60-assal Szigetvár felé, Szigetvártól pedig északra megépítjük a Kaposvár-Szigetvár összekötőt 4-sávossal. Az egy másik vita kérdés, hogy Barcsig mikor jutunk el, de Szigetvárig mindenféleképpen első ütemben azt a 37 kilométert meg akarjuk építeni. Tehát nekünk van egy elhatározott célunk Pécsváros közlekedésének a fejlesztésére, az itteni infrastruktúrás adottságoknak a javítására. Pécsen a kelet-nyugati elkerülő út szintén megépülne. Ez a tervek szerint a Tüskésréti út, illetve annak fejlesztése lenne, amivel a város újra iparosítását segítik. A kormány valóban hozott már döntést arról, hogy ha itt ipari park lesz, azt hogyan és mi módon támogatja, és ezt kiemelten kezeljük, mert Szegedhez hasonlóan Pécs városának is lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy egy nagy gazdasági beruházási övezettel az itteni bérek jövedelmek jelentősen növekedjenek, és Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza mellett legyen egy szegedi és legyen egy pécsi nagy gazdasági központja Magyarországnak, ami a következő évtizedben emelni fogja ezt a térséget. A kormányzat kiemelt feladatnak tekinti a Dél-Dunántúl fejlesztését, gazdasági felzárkózását a következő években. Ehhez a Mohácsi híd és a szükséges útkapcsolatok kialakítása közel 300 milliárd forintba kerülne majd, a pécsi kelet-nyugati elkerülő út pedig 25-30 milliárdba.